Üdvözlök mindenkit a Solution csatornáján, a hang vagy legelső adásában. Abból a célból ültünk le egymással beszélgetni, hogy megvitassuk az elmúlt időszak legizgalmasabb vagy legfontosabb magyar közélet, illetve világpolitikai történéseit, méghozzá generációnk olyan tagjaival, akik sarkos politikai véleménnyel rendelkeznek, vagy pedig aktív közéleti véleményformálást folytatnak így a mindennapokban. Illetve nem ijednek meg attól, hogy érvekkel támasszák alá a véleményüket adott esetben. Az első adásban is azért törekedtünk arra, hogy olyan fiatalokat ültessünk le egymással vitázni, akik alapvetően eltérő politikai véleménnyel rendelkeznek, különböző világnézetet vallanak, és még ennek ellenére is talán képesek leszünk arra, hogy bebizonyítsuk azt, hogy teljesen eltérő világnézettel is képesek vagyunk arra, hogy kultúráltan, érvekkel alátámasztva védjük meg saját érveinket, véleményünket. És akik remélhetőleg ebben partnereim lesznek a legelső adásban, az Varsányi Bence, az Azonnali újságírója, Szalai Szabolcs, az Index munkatársa, sziasztok. Vince Emilia, a Pesti TV szerkesztője, illetve Bódi Ábel, az Identitás Generáció vezetője. Első témaként foglalkozunk azzal, ami talán minden ellenzéki pártot, minden ellenzéki gondolkodású szavazó polgárt érint és befolyásol majd a 2022-es választáson, amennyiben elfogadják Wollner János, a Wollner párt vezetőjének a javaslatát, amelyet egyébként az Igazságügyi Bizottság már el is fogadott. A javaslat azt tartalmazza, hogy országos listát csak az állíthasson az országgyűlési választáson, a 14 megyében legalább 71 egyéni jelöltet fel tud majd állítani. Minden ellenzéki párt megszólalt ezzel a javaslattal kapcsolatban, gyakorlatilag senkinek nem a saját szája íze szerint létezik ez a javaslat így ebben a formájában. Több ellenzéki párt máshogyan közelítette meg ezt a kérdést, az összellenzéki oldal azt mondja, hogy ez a Fidesz kottájából való játszás, méghozzá azért, mert ezzel próbálja a Fidesz a Wollner párton keresztül befolyásolni azt, hogy egy listán vagy két listán induljon az ellenzék, arra számít az összellenzék, hogy esetleg ezzel éket verhet a Fidesz a nagy összefogásba. A Mi Hazánk azt mondta, hogy ez a harmadik pólusnak a megképződésének az ellehetetlenítéséről szól. A Kutyapárt pedig azon a véleményen van, hogy ez a javaslat sem az Orbán Viktorhoz, sem Gyurcsány Ferenchez tartozni nem akaró kicsiket kívánja megfojtani. Ti hogy látjátok, melyik oldalnak lehet igaza? A Wollner párt azzal érvel, hogy ez a kamupártok ellen jönne létre, így kívánják ellehetetleníteni a kamupártoknak az indulását. Ti hogy látjátok, ki látja jobban a helyzetet az ellenzék oldalon, illetve akár az, hogy mi lehet ennek a következménye, egyáltalán támogatható-e ez a javaslat, hogy látjátok? Először is a Wollner párt az leginkább sehogy nem indokolja, már volt egyébként az Azonnali egy gyors interjú Wollner Jánossal, és hát akárhogy próbálta a kollégám kihúzni belőle, hogy ez mégis miért kellett, nem igazán sikerült, majd kiadnak valami kommunikét, majd abban leírják, aztán majd várják a további kérdéseket, tehát ez volt a válasz, szerintem már ez is sokat elmond, de szerintem egy elég sötét ügy körvonalazódik a háttérben, tehát a Wollner alapít egy mikropártnál mikropártabb valamit, utána megy neki futásból, tökön rúgja ugyanazt a pártot, mert a kis pártoknak egyáltalán nem jó, mint ahogy többen is elmondták, meg gondolom el fogjátok mondani. Miért szerintetek? Hát kezdjük ott, hogy azért a Wollner párt, mint ilyen, ez súlytalan, nem csak most, de nyilván, ahogy te is mondtad, az is lesz 22-ben. Itt, amit én látok, hogy nem is feltétlenül kézi vezérlés feltételeznék, hanem ez a kicsit megfelelni akarás, kicsit a show ellopása. És hát Wollner János most kicsit azt játsz, amit eddig Semjé Zsolt a Fidesznek. Tehát, hogy eddig ő volt az, aki elvitte az ilyen balhékat a boltzárakkal, meg egyéb ilyen sztorikkal, és akkor most akkor kit lehessen utálni, aki az ilyen javaslatokért, akkor most a Wollner. De hát a Semjén meg a Wollner között van annyi különbség, a Semjén az... Véletlenül sem húznék egyenlős, persze, tehát véletlenül sem húznék egyenlős élet a két politikus között, de itt azt mondom, hogy megint kell most egy olyan ember erre a spektrumra, aki ezeket elviszi. De ezt nem mondanám, hogy ez mondjuk kézi vezérléssel csinálná. Egyébként én magával a javaslattal egyetértek, mert most tényleg ilyen utolsó mikropártok, főleg például egy kutyapárt, akit én személyesen is
egyik legnagyobb ellenségnek, demokrácia ellenségnek tartok. Tényleg. Akkor egyetértesz a Momentummal, de majd erről is beszélünk. Messzire megyünk. Azért nem mondtam Momentum, bár meredek volt, amit állítottak. Szóval egyébként ezzel egyetértek, tehát ne induljon mindenféle mikro- és kamupárt. Nyilván ez azt fogja eredményezni, hogy dipulusú lesz a magyar politika, de hát mondjuk egy ilyen DK Momentummal szemben, meg egy Fidesz-szel szemben most igazából amúgy is erre halad. Én az Ábert kiegészíteném még azért egy annyival, hogy országos lista a neve, nem megyei, meg nem budapesti lista. Szerintem egy országos lista állításnál elvárhatjuk azt, hogy legalább az egyéni választókörzeteknek egy bizonyos százalékában tudjanak jelöltet állítani. Mindamellett, hogy mi a véleményem erről, mert én szerintem tök jó lenne, hogyha színes lenne jól a parlament, mert én amúgy én azt szeretem. Színes. De hát minél több párt van benne, annál izgalmasabb, de egyébként tök érthető az, hogy országos listát olyan párt állíthasson, amelyik el tud indítani legalább akkor 71 darab képviselőjelöltet. Akkor megtudhattuk, hogy mi volt a demokrácia ellensége, a két farkú kutyapárt, ezért te, aki megvédél a demokráciát, akkor te diszkvalifikálnál a választásból bizonyos pártokat. Nem, nem, én csak azt mondom, hogy én felszólalok ellene, hogy egyébként nem tetszik ja, az, hogy persze, mit csinálnak felszólal, a választásból, de én nem tiltam ellen, hogy bizonyos pártok elinduljanak a választásokon. De ezt hol mondtam? Szabi, kérlek. Igen, tehát, hogy akkor tulajdonképpen abban mindannyian egyetértünk, hogy az világos, amikor nincs a kamupártoknak az elindulásához Bolgár Jánosnak a javaslata, mert egyébként pont az Indexen Siffer Andrással készítettem egy interjút, aki nem, nyilván mivel nem gyakorló politikus, azért nem politikai érvekkel, hanem jogi érvekkel támasztotta alá azt, hogy valóban egyébként a kamupártoknak az indulását, akik több milliárd forintot vittek el a 2018-as választások alatt is a magyar adófizetők pénzéből, hogyan lehetne kiszűrni, és egyébként nem az egyéni választókörzetek számának növelésében kell keresni a megoldást, hanem például abban, hogy hogyan fordulhat elő az, hogy társadalmi támogatottsággal nem rendelkező pártok, akiknek nem tudom honnan szereztek aktivistákat. Például az LMP, bocsánat, csak hogy így beszélek egy ilyen. Muszáj nekem semmi közön az LMP-hez, de értem. Tehát ami szerintem sokkal fontosabb az az, hogy a többes aláírásnak a megszüntetésével egyébként ezt meg lehetne oldani. Tehát az teljesen nonsens, hogy az emberek 26 ezer darab pártnak írhatnak alá, és támogathatják az indulásukat a választásokon, és erre Siffer Andrásnak szerintem tök jó javaslatai voltak, úgyhogy akkor abban egyetértünk, hogy az égvilágon semmi köze a kamupártokhoz, annak, amit mókolnak a választási törvénye. Az... Nem. Okay. Nem értünk egyet? Nem értünk. Jó, okay. Rendben, de az biztos, hogy a kamupártoknak a megfékezésére ez a javaslat egyáltalán nem jó. Az szerintem is sokkal érdekesebb, hogy én igyekeztem az elmúlt napokban azért itt puhatolózni az ellenzéki pártok vezetői között, hogy ez egyébként az ő stratégiájuk mennyire változtat, és egyébként minden tárgyalásban már abban az irányba haladtak a megbeszélések, hogy egyébként az egy közös listán indulnának el. Tehát, sőt, volt olyan pártvezető, aki név nélkül azt mondta az Indexnek, hogy csak megkönnyítette a párton belüli vitákat, hogy most Orbán Viktorra lehet fogni azt, hogy hát akkor tessék, muszáj egy listán indulni. Az biztos, hogy izgalmas lesz a 2022-es választás, és nagyon fontos lesz a két farkú kutyapártnak a mozgása. Ugye ők... Rohadt fontos lesz. Az mindaz a fél százalék óriási. Nem csak pontosan ezért van az, hogy a két farkú kutyapárt korábban azt mondta, hogy 27 választókerületben állítana a jelölteket, hogy legyen országos listája, de olyan helyeken kívánnak indulni, ahol nem igazán ők jelentik a mérleg nyelvét, és most emiatt, hogy 71-re emelték, azért rá kell indulniuk egy csomó olyan választókörzetben is. Ugye ők főleg a nagyvárosokban, az urbánusabb közegben támogatottak, ahonnan számíthatnak töredékszavazatokra, hogy esetleg be tudjanak juttatni parlamenti képviselőt, ahol nyilván 2022-ben kérdés lesz, hogy nem azon a pár százalékon, vagy pár száz szavazaton fog múlni majd a egy mandátumnak a sorsa. Itt igazából csak erre reagálnék, hogy azért sem a Fidesz érdeke, hogy ezt a törvényt átvigyék, mert azért az ő hatalomgyakorlási egyik alapelvük, mint szerint ugye az OZ meg is uralkodni, mert ezt láttuk az elmúlt 10 évben, ez sokszor volt így, ez nagyon nem erre játszik. Tehát ez pont egyébként az ellenzéket fogja tömöríteni egy ilyen blokkba. És hát akkor pedig, tulajdonképpen semmilyen akkor volt az ellenzéki pártok tervét. Tehát tényleg igaz, ez vagyok valami zseniális. Azt mondod, hogy a semmilyennek a szerepét
semmilyen szerint próbál. De miért próbál le? Tehát egyrészt tökön rúgja a saját pártját, ami hát... Hogyha van rajta kívül még valaki a pártban, azonnal pucsolják meg Volner Jánost egyébként, hogy csinálj pártot, azt el is kaszálja rögtön, mindegy. De be kéne lépni a Fidesz. 16-ra emlékeztek, amikor a Riposztnak a fotósa a bukorba követte, a Jobbik akkori alelnöke volt, ugye volt János, és hát nem éppen a feleségével került szintén kapcsolatba állítólag. Ezután vajon mennyire komázhatja a Fidesz Volner János? Itt azért mondom, hogy nem, tehát itt visszatérnék arra, amit mondtam, hogy nem kézi vezérlés, ez talán ez a megfelelési kényszer így a jobb oldalon, hogy most akkor beteszek az ellenzéknek egy kicsit, csak hát nem betett nekik, hanem van akkor a Orbán derangement az országban, hogy egyébként simán lehet. És mi van akkor, ha ultimátumot kapott mondjuk így a színfalak mögött? Kitől? Nevesítsük, nem tudom, kire gondolsz. Én kérdezem, hogy egy kérdés voltam. Nem csúnyán nézel rám, mondd. Semmi! Vagy egy visszautasítatlan ajánlatot kapott. De miért kell megmagyarázni? Hát most behozott egy ilyet. Figyelj, lehet, hogy Gyurcsánytól kapta volna erre a visszautasítatlan ajánlatot, hogy tömörítse be az ellenzéket egy pakba. De nem is olyan rossz ez a gondolatnak. Ezt meg kell írnom, nagyon jó. Mi térjünk vissza arra, hogy ugye, amit te is említettél, hogy ezzel a törvényjavaslattal, ha elfogadják, akkor gyakorlatilag rá lesz kényszerít az ellenzék arra, hogy egy listán induljon, de szerintek vajon ez jó-e az ellenzéki pártoknak, az, hogy rá vannak erre kényszerítve, célszerű az, hogy egy listán induljanak, ugye ezzel sok vita volt az elmúlt időszakban arról, hogy egy lista vagy két lista legyen. Szerintetek az ellenzéki pártok konyhájára változtat valamit? Ugyanúgy közösen tervezik a kormányváltást, közösen terveznek kormányozni, ezt többször is elmondták, hogy a közös miniszterelnök jelöltet szeretnek, semmi nem változik szerintem azzal, hogy most akkor ez már törvényileg is. Ez nem az. Volt tuti, tehát nem tudom, én úgy tudtam, hogy még az előző módosítójavaslat talán még valahogy lehetővé tette volna, hogy a Jobbik, a Momentum, meg az LMP külön induljon, meg a De közös BK, miniszterelnök jelöltet, tehát ezt már kijelentették egy ideje, hogy közös miniszterelnök jelöltjük lett. Hogy van közös miniszterelnök jelölt, hogyha jaj, de azért listán külön indulunk. Szerintem én semmit nem... Szerintem meg a Fidesz belső mérései szerint jobb, hogyha együtt indulnak, és össze lehet még jobban gyurcsányozni mindenkit, még annál is jobban, amennyire összegyurcsányozták magukat. Szerintem meg annál már nagyobb az ellenzéknél az Orbán derangement, mint hogy foglalkozzanak gyurcsánnyal. Én azért inkább ezt vélem felfedezni egyre inkább. De a szavazóik? Akik hát, szimpatizálnak ők a Momentummal, a tömeget nem fogja feltétlenül érdekelni. De ez. Hát nem tudom. Azt látjuk az elmúlt sok évben, hogy nem érdekli. Jobban utálják. Jobban olyan generációk, akik már nem látták a betonra fagyott szemgolyókat. De azok most még nem szavaznak majd legközelebb. Hát azért figyik, aki 22-ben szavaz, akkor ez 2004-ben született, ugye, akárhogy számolom, matekban nem voltam jó, de akkor az olyan volt 2 éves, amikor ugye megtörtént az átrocitás. Én 12 voltam, mert nem láttam a betonra fagyott szemben. Hát azért, hogy ez így, már nagyon öreg vagyok, mert én láttam ezeket. Én is 92-es vagyok, én azért már emlékszem, hogy ültünk a tévé előtt, és azért úgy furcsáltam, hogy most olvasolom így a tüntetők közé, az nem biztos, hogy annyira jó. Igen. És kutatták a szemgolyót a földön? Amúgy igen. Tényleg? Hát nem minden tévében azért van, maradjunk annyiba, hogy ez nem minden tévében. Csomó volt, tehát tényleg a kilőtt szemű embereket. Jó, de szerintem nem ez a... Jó, nem menjünk el ebbe a górirányba, de igen. Jó, nyilván tehát, hogy egyébként formálódott ilyenfajta dihotómia az ellenzéken belül, hogy legyen akkor a... Ugye van 3 olyan párt, a Jobbik, az LMP meg a Momentum, aminek már a 2010 utáni... A politikába való belépése, tehát hogy ők a 2010-et megelőző időszakban nem voltak kormányon, nem köthetőek hozzá korrupciós ügyek, úgy is identifikálták magukat tulajdonképpen, amikor mondjuk a Jobbik meg az LMP-be került a parlamentben, hogy ők ezt a jobb baloldali Gyurcsány-Orbán ellentétet szeretnék valamilyen szinten meghatározni. Ugye jól megharadták, atya úristen! Értem, de ez... Meg a parlamentbe kerülést is. Igen, de ez bizonyos szempontból pont, hogy a választási rendszer tolta össze ezeket a pártokat, tehát hogy én mindig meglepődve tapasztalom, amikor a jobb oldalon elmondják, hogy miért fog össze az XY párt Gyurcsány Ferenccel, azért fog össze, mert a választási rendszernek a mechanikájából, hát logikájából... Nem azért, mert nem tudnak nyerni, nem elég erős egyedül a hát pártjuk ebben, ahhoz, hogy egy választást megnyerjenek? Nem ez a kulcs, nem a... Mert lehetne nyerni. A választási rendszerből fakad ez a fajta logika. Aha. És nyilván az meg hozzátartozik, hogy igen, tényleg az van, hogy egyébként az utóbbi hónapokban már egyre jobban mentek a tárgyalások és megegyezések az egy lista irányában, de ennek nagyon egyszerű belső politikai okai vannak. Az Európa Parlamenti választásokon azok a pártok, akik ezt képviselhették volna, azok egyszerűen nem
megszűnt a pólusképező erejük, tehát amíg a Momentum óriási profitált a Jobbiknak és az LMP-nek a gyengeségéből, addig a demokratikus koalíció lett az ellenzék úgymond vezető ereje, és nyilván a Momentum maga köré nem tud képezni egy olyan politikai ellensúlyt, amely ki tudná mozogni ezt az MSZP-DK kórust, akik 4 éve szisztematikusan akárhányszor bemennek a ATV-be, vagy a különböző televíziós műsorokba, arról beszélnek, hogy összefogás, 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 és egy közös lista, és hát nyilván nincs más opció. Tehát, hogy, és ezzel szemben nyilván most már nem is tudnak érvelni, és igen, a választási törvény módosítása most már el is döntötte ezt a kérdést. Tehát én értem, hogy legitimálják az ellenzéki összefogást, legyen is így, csak akkor azt nézzük meg, hogy mi lesz a választások másnapján. Ha egy ilyen, tehát az azt már tudjuk, hogy összefognak, azt már lesz egy közös miniszterelnök jelölt, de elvileg több párt alkotja meg az összefogást, és ugye azért van több párt, mert mindenki mást mond egy kicsit. Hogy lesz megegyezés, hogy lesz itt konszenzus. Mert én azt nem látom, egyelőre azt látom, hogy vergődik az ellenzék, tömörül, de nincs eddig az elmúlt... Jön a szakértői kormányzat, ja, nem? Bocsánat, hát, hol volt ez elmúlt? Tényleg jönnek a szakértők, TM, igen. Most egy kicsit szerintem térjünk vissza a kutyák szerepére a következő választáson, mert Kovács Gergely, a Kutyapárt egyik társelnöke azt nyilatkozta, hogy a javaslat kapcsán, hogy annyi helyen indulunk majd, amennyin kell. Fekete Győr András pedig a Klubrádióban az egyik interjújában azt mondta, hogy a kutyák válaszút elé kerülnek, mert vagy nem állítanak saját listát, vagy az ellenzékkel működnek majd együtt. Amennyiben a Kutyapárt megmeri majd tenni azt, hogy saját listát állít, mire számítotok, mi lesz az ellenzék reakció, akár az ellenzéki médiákban megfeszítik a kutyákat? Persze, hogy ne, de a kutyák azok én szerintem egy nagyon semmi olyan fognak indulni Fekete Győr András. A bolsevik dumája egyébként. Ez teljesen azt. De nem, tehát a Gyurcsány Ferencnek a rigmusai hangoznak, hogy meg, ha nem is az egyszer lenni, összefogással szemben nem lehet menni. Hát, hát ők lesznek az új jelentői, akkor akik most... elgáncsolták itt a kormányváltás, meg minden, de ők tenni fognak rá magasról szerintem, ahogy így ismerem őket. Igen. De meg egyébként a kutyák, ők mit akarnak csinálni? Tehát azon kívül, hogy elvisznek szavazatokat a valós, és egyébként oké, hogy én nem értek egyet, és valami is fogok a baloldal egyetérteni, de tőlük vesznek el szavazatokat, mert jobbról senki nem fog szavazni rájuk. Mert ugye, tehát azért említsük meg for the record, hogy azért a Kutyapárt bannereket vitt a Pride-ra, tehát azért ott megtörténtek értékválasztások, nem csak egy semleges viccpárt, azért ezt mindenképpen említsük ez meg. Ez nagyon fontos. Ezt legalább most már elismered, korábban azt mondta, hogy mit akar ez a viccpárt, vagy nem tudom. Hogy vannak ilyen értékválasztásaik, de nincsenek alternatíváik. Tehát, hogy most, mint azért, hogy az ellenzéknek sincs. De, mert tényleg. És tehát annak nincs értem, hogy onnantól kezdve viszont elvonnak szavazatokat. De figyelj, az nem elég program, vagy nem tudom, akár még annak is lehet nevezni, hogy a Kovács Gergő képviselő lett a hegyvidéken, talált egy bizottságot, ami kismillió számra van az egész országban, olyan bizottság, ami csak párt kivizetőhely, ő lett az elnöke, és megmondta, hogy jó, akkor én ezt felszámolom a picsába. De, ez nem jó program? De ez mondjuk lokális szinten ez oké, de mondjuk egy országos politikában ez hogy tud, mit fog majd csinálni a Kutyapárt? Mit tud majd csinálni? Az egyik legkreatívabb párt, úgyhogy biztosan ki fogják találni. Új, nagyon remélem. Oké. Egyébként ők azt nyilatkozták, hogy amennyiben bejutnak a parlamentbe, akkor ugye 5 képviselői hely a minimum, azt mondták, hogy ők nagyjából ilyen újságírókkal szeretnék feltölteni ezeket a pozíciókat, hogy jobban hozzáférjenek a itt a programhoz. Az igen. De nyilván, mikor csinál nyilván, pártot? Tehát akkor mindenki a pártunk is van. Tényleg, hát ugye soros. De hogy korábban említetted, hogy problémásnak tekinted a Kutyapártot azért, mert viccet csinálnak a politikából, igen. Tehát hogyha a Kutyapárt úgy érzi, hogy a mai politikai élet egy vicc, akkor... Ez csak nem az. Tehát én értem, csak mondjuk ők sem így gondolják részben, mert azért tényleg csak kimennek a Pride-ra, tehát azért tényleg vállalnak ilyen közéleti értékválasztásokat, meg a közélet nem lehet vicc tárgya. Mármint lehet rajta élcelődni, de abból viccet csinálni, annak mi értelme van? Tehát nem gondolom. 10 éve. Ja. Meg egyébként szerintem bizonyos szempontból a kétfalkú kutyapárt ezt a vonalat pont azzal, hogy az önkormányzati választáson bekerült, és
lettek megválasztott képviselői, kaptak politikai pozíciókat. Egyébként ez már nem igaz rájuk, ők egy vicces párt, de egyáltalán nem egy vicc párt. Tehát ennyiben meg kell, hogy védjem a kétfarkú kutyapártot, és egyébként érdemes egy kicsit visszacsatolni tényleg erre a Fekete Győrös megszólásain, amikor csak a klubrádióban, ilyen kivonatban olvastam a Fekete Győrnek a megszólalását, ami tulajdonképpen az volt, hogy hát itt most vagy együttműködtek velünk, vagy nem tudom, tehát hogy ez tényleg egy elszomorító dolog, mert egyébként pont a Momentum volt az, amely néhány évvel ezelőtt ugyanebben a politikai pozícióban volt, és ugyanezeket a dumákat kaptam meg a balliberális oldalnak a passzát szelét fújó politikusoktól, hogy hát itt mindenképp vissza kell lépnetek a, nem tudom, 2010 előtti akármilyen kormánytagok javára, mert ez kicsit ilyen Darth Vader-es, nem egyébként együtt uralhatjuk a galaxist, amúgy meg így doblak a picsába. Jó, de hogyha számolnánk a Momentum ellenmondásait, meg saját maga meghazudtolását, szerintem itt ülhetnénk és megtölthetnénk még 3-4 műsort. Ebben nincs sok vita köztünk szerintem, de... Még egy pillanat erejéig térünk vissza a Mi Hazánknak azon javaslatára, amit még az alaptörvény módosítás során javasoltak. A Mi Hazánk azt mondta, hogy írni és olvasni tudáshoz kellene kötni a szavazó jogot. Ti hogy látjátok ezt? Egyetértetek ezzel a javaslattal? Támogatható-e ez? Én a tömegdemokráciát amúgy sem szeretem, tehát a tömegek korát, egyik tanár úr az undorító tömegek korát, hogy egy ilyen érzetet behozzak, és én is valamiféle cenzust egyébként behoznék, mert az nem létezik, hogy egyébként írni és olvasni, nem vagy nem tudó, de azt értelmezni, még ha tudna, sem tudja értelmezni pártok programjait, emberek leszavaznak, tehát, és az ő szavazata egyenértékű a miénkkel, akik mondjuk így tudunk értelmezni politikai valóságokat. De mennyire látod azt valószínűnek, hogy ezek az emberek elmennek szavazni? Szerintem akik... Ez van az a karabitája. Nekem ez ilyen alapvető... Szerintem alapvetően ők nem... Van egy olyan réteg a társadalomnak, ami nem megy elszavazni, és szerintem az ezekből kerül ki. Inkább, nem? Ha én helyi választást akarnék nyerni, és semmilyen gerincem nem lenne, mert mondjuk vörös lennék, vagy lila, hogyha itt tartunk már, akkor igen, szánnék arra 5000-est per fő, hogy Joci, hajts szavazni. Szerintem is vitát nyithatunk arról, hogy ez a javaslat egyébként kitérintene kedvezőtlenebbül, tehát... Nem biztos, hogy választál szociológiailag a kormánypárt ebből pozitívan. Jótékonyan kiadtad a narancsot, igen, ez amúgy szimpatikus. Valamiért nem az, hogy a Fidesz szavazótában ez hogyan állt. Én 2010-ben nem fogadtam a narancsot Újpesten, amikor akarták adni. Büszke vagyok rá. Köszönöm szépen. Ezzel szemben a krumpli. Ne krumplizzunk, légy az bozasztó. Ha már a narancsnál tartunk, akkor szerintem beszéljünk Orbán Viktor és Mateusz Morawiecki vétójáról. Ugye még korábban az Európai Tanács és az Európai Parlament megállapodott arról, hogy jogállami értékekhez kötné azt, hogy egyes tagállamok az uniós kifizetésekből hogyan részesüljenek. Orbán Viktor ennek a javaslatnak a számbavétele után arra a döntésre jutott, hogy ez elfogadhatatlan, és megvétózta az Európai Unió 7 éves költségvetését. Ugye Lengyelországgal egyetemben. Orbán Viktor érvei emellett azok, hogy a tagállamok közötti bizalmat súlyosan sértik, Magyarország érdekei ellen való ez a javaslat, illetve az egyik legfőbb érv az, hogy nincsenek tisztázva ezek a jogállamisági kritériumok. Ti hogy látjátok, jogosak-e Orbán Viktor vétójának érvei, akár az Európai Unió szemszögéből nézve is megvizsgálhatjuk ezt. Kinek az érdeke az, hogy ehhez ezek a jogállamisági kritériumokhoz legyenek kötve a kifizetések? Tőle látjátok, kivel értetek együtt? Én Orbán Viktor értek egyet, mert van egy olyan nemzetközi kampány Magyarország ellen, ilyen erős mondatokban, de tényleg az Európai Unión belül is van egy olyan hullám, ami nagyon szereti ezt a jogállamiságot ránk vetíteni, hogy nálunk nincsen. Persze ezt senki nem tudja konkrétan megmondani, hogy miért nincsen, mert tudjuk, minden évben megszűnik a sajtószabadság, de minden évben is most utoljára november 23-án szűnt meg, amikor az Indexnél lehullott a lepel, és valóban fideszes lett. Tehát, hogy nem tudják megmondani pontosan, hogy mi az a jogállamiság, nem
Vagy én kérdezem tőletek, hogyha tudtok egy 5 darab kritériumot mondani, ami Magyarországon nem teljesül, akkor nagyon szívesen meghallgatom, de hogy annyira nem, ez inkább egy ilyen kampány az ország ellen, és szerintem tök menő, fasz a gyerek volt, hogy beleállt. Én mint Fidesz szavazó ezt is vártam el tőle, hogy ő menjen oda és mondja azt, hogy ezt nem lehet, tessék, eddig is ne tovább. Egyetértek, most én is egyet szeretnék értni Orbán Viktorral, nem az egész csomaggal, hanem egy júliusi megszólalásával. Azt mondja, hogy ha valaki nem hajlandó elfogadni a jogállamiságot, annak azonnal távoznia kell az Európai Unióból. Nem pénzügyi büntetés kell, egyszerűen el kellene köszönni tőlük, azt mondani, hogy viszlát fiúk, hát szerintem ez így van. Tehát ez a tökörészés, ami történik, ez csak azt mutatja, hogy igazából az Európai Unió az továbbra is egy gazdasági szövetség, és igazából csak a pénz számít igazából a németeknek is, mindenkinek. És amíg valami nagyon durvát nem csinál az Orbán, nem tudom, nyílt diktatúrát, vagy Isten tudja mit, akkor... Hát a németeket az se érdekelni. Tehát szerintem a németeket akkor sem mozgatná, mert van itt annyi beruházásuk, hogy egyébként ott bármit meg lehetne tenni, mert tök mindegy, mert hogyha elkezdenek előnünk ugrálni, akkor menne egy telefon, hogy holnaptól akkor lehet kivonulni, kedves Audi, és akkor majd elkezdenek telefonálni a különböző német politikusok, hogy hát akkor ezt most itt talán mégse kéne, mert akkor nem fog annyi bejönni a pártkasszába egyrészt, másrészt meg azért európai... Hát, hogy mikor van a német Audinak a pártkasszához, azt nem tudom. Hát, azért ott ezek a pártok erős politikai lobbikat folytatnak Németországban, tehát hogy és ide vannak kiszervezve, és innen mondjuk ők kivonulnak, az nekik nyilván egy nagy bevételkiesés, mert ugye akkor már máshol kell költözni, mondjuk így adót is kéne fizetni, és társai, aztán nem tudnának annyit befizetni az ottani pártkasszákba, és már akkor az ottani politikusok vakarnák a fejüket, hogy hoppá, hát akkor itt... Még hála Istennek, hogy Magyarországon 20 éves visszanemtérítendő állami támogatásokat kapnak ezek a multinacionális nagyvállalatok a gazdasági szabadságharc jegyében. Érvényesíteni politikai akaratokat sokszor. A másik meg ilyen EU-s dolgokat elemezni, ezzel az a bajom, hogy annyira lassan forognak az EU kerekei, hogy most erről beszélünk, és lehet, mire kimegy az adás, addigra már valami történt. Ez az egyik, vagy olyan, amiről itt most nem is tudunk beszélni, de nyilván... Én bocs, hogy belevágok a szabadbába, csak hogy az a problémám, hogy annyira elé vágtunk a dolgoknak, hogy semmi nem történt, ugyanis itt most már szerkesztő urat egy kicsit ki kell javítanom, de ugye nem vétózta meg Orbán Viktor az uniós költségvetést, tehát szerintem ez fontos kihangsúlyozni, hogy egyébként a lengyel és a magyar fél politikai vétót lengetett be, de konkrétan erről döntés egyelőre nincs. Én azt próbálom most már hetek óta kommunikálni a nyilvánosságban, hogy én azt nem teljesen értem, hogy a jogállamisággal kapcsolatos kritikáit fogalmazza meg a miniszterelnök, akkor az milyen összefüggésben van az uniós költségvetéssel, már csak azért is, mert egyébként arról már döntöttek, hogy az Európai Uniós fejlesztési forrásoknak a kifizetését ezekhez a jogállami feltételekhez kötik, és amelyet meg tud vétózni a magyar miniszterelnök és a lengyel fél, az ugye majd decemberben lesz, ott egy több mint 2000 eurómilliárdos összegről beszélünk, annak az égvilágon semmi köze a jogállamisághoz, az az unió költségvetéséről van szó, meg arról a helyreállítási alapról, amit főleg a dél-európai országok nagyon remélnek, hogy már januárban folyósítani lehetnek, de a jogállamiság részt már eldöntötték az Unióban, tehát ahhoz nem kell a magyar és a lengyel fél. Tehát, hát viszont itt lehet homokot szórni a fogaskerékben majd még decemberben egyébként. Másrészt az a jogállamiság definíció, most egy kicsit ezzel lamentáljunk szerintem, mert ez ilyen szómágia, meg nyelvpolitika, hogy az a jogállam... A Bencinek voltak javaslatai, szerintem az előbb nagyon láttam, hogy csillogott a szemem. Az a jogállam, amire azt mondom. Az a független, amire én azt mondom. Tehát, de ez csak mozdatolás. Hát persze. Csak hát most ezen... Mármint nem, hanem hogy a jogállamiságot, hogy jaj, hogy így is lehet értelmezni, meg úgy is lehet értelmezni. De mi nem így van? De hát mert... Igazából itt arról van... Bocsánat, mondom. Igazából itt arról van szó, hogy ugye nagy részt azt szokták ugye elvizsgálni, hogy ugye ami le van írva a törvényben foglalva, tehát azok bele vannak-e foglalva a törvényben, azt, hogy megvalósul-e. És akkor volt az Sargentini jelentés, meg ugye azt nézte, hogy megvalósult-e. Szóval, hogy azt kell nézni. Csak neked már az is problémád van, hogy mi van. Tehát, hogy ami a törvényileg le van írva, hogy az egyáltalán milyen kritériumoknak kéne megfelelni, mert hogy mindenki máshol értelmezi. Tehát ezt mondod, nem? Tehát, hogy, hát, nem létezik az, hogy jogállamiság magyarul. Tehát hát mindenki különbözőképpen... Arról, amiről EU-s politikusok beszélnek, meg arról, ami itt történik, tehát azért a kettő az sokszor eltér, meg amit most te mondtál definíciót. Tehát, hogyha per definíció nem tényleg a törvények be vannak tartva, és azt jelenti a jogállamiság, akkor az nagyon jó, mert annak megfelelünk. Viszont hogyha a jogállamiság azt jelenti, hogy az EU megszab ilyen alapelveket, meg ilyen alapértékeket, amiknek meg kell jelennie egy jogállamban, most genderezzünk egyet,
és ezek mondjuk nem jelennek meg itthon, és ők erre azt mondják, hogy na hát, ha ez nem jelent meg, akkor ez nem jogállam, akkor nem kaptok pénzt, akkor okay. De hát nem azáltal válna nem csak egy ilyen gazdasági érdek szövet, tehát gazdasági érdek szövetségül egy valódi szövetsége az Európai Unió, hogyha ezek ki le lennének fektetve való, és meg lenne mondva, hogy igen, hogy a tagállam vagy, akkor ezt, meg amaszt, ezt tartsod be, jó államiság terén. Akkor hát, mutatna túl ez az egész branch azon, hogy most csak egy gazdaság szerintem ne legyen ilyen. Például a jogállamiság az szerintem is egy fontos érték, és nem csak az Európai Unióban, itt Magyarországon is. Hát de most szerintem meg az, akkor az lenne a jogállam, hogy keresztény Európa, ahol meg csak is kizárólag férfi és nő. Orbán Viktor azt mondta, hogy bocsánat, Magyarország elkötelezett hív a jogállamiságnak. Te azt mondtad, hogy nagyon jó lenne, hogyha igen, ez megosan. Igen, a jogállamiság per definíció azt jelenti, hogy a jog uralma, és ugye itt meg nálunk itt a, meg Orbán Viktor uralma van, nem? A politikának a szolgálólánya. Amúgy igen. Minden országban az egyébként, tehát hogy mindenhol jurisztokrácia van. Értem, csak a választási törvénynek a módosítása szerint, hogy éppen az ellenzék mozgását hogyan befolyásoljuk, az például és nem mondjuk, ahogy megbeszéltük, segítik őket, bocsánat, és szabadvágok. Értem, csak attól függetlenül még azért egy kicsit nonsensnek tartom, hogy két évvel a választások előtt úgy módosítják a választási törvényt, hogy az egyébként... Az ellenzéknek jobb legyen. Igen. Szerintem nem jobb az ellenzéknek, de mindegy. Nyilván nem módosították volna úgy, hogy jó legyen az ellenzéknek. Voltak olyanféle belső mérések, azért ki, hogy így még jobban össze kell gyurcsálni. És Orbán Viktor fölhívta Volnert, hogy Janikám, akkor most egy kis törvény. Én ezt átbontam, feltettem egy kérdést, ezt hogy ez lehet, hogy nem így zajlott, hogy felhívták, de... Jó, hát szerintem ez itt Conteo. Miért nincs a jogállam Magyarországon? Szabolcs, válaszolhatsz, miért nincs a jogállam Magyarországon? Ja, egy konkrét példát, kettőt, hármat, mondjatok. Hát mondjuk az, hogy 2010 óta hány darab olyan törvényt hoztak, ami egyébként mondjuk nettó politikai logikák szerint van, hogy különböző módon... Ja, ez a jogállam definíció? Tehát akkor ez hát az, igen, ami ez miatt a jó, nincs a jogállam. A, ugye a jog uralma, tehát amikor a politika szolgáló lányon lesz a jog, akkor ott nem beszélhetünk igazából jogállamról. De hát mi a parlament funkciója? Én ezt igen, nem értem. Tehát a jogalkotás a funkció. Azért akarok kormányra kerülni, hogy a saját szám íze szerint szabjam át a törvényeket. Mert mondjuk van egy ideológiám, ami alapján ezt igen, nem igen, mondjuk a társadalmi jó érdekében, és igen, nem azért, hogy a politikai ellenfeleidet lehetetlenítsd meg. Hát és hogyha az a társadalmi jó? Jó, nem, ez nyilván ezt mondták. Most egy kis Machiavelli szólt belőlem, de nem. Ez egy súlyos filozófiai vita lenne. De mondjuk, hogy nyilván a keresztény értékek joggyakorlatba ültetése az egyébként társadalmi jó. Most Duró Dóra és a Mi Hazánk mozgalomnak a javaslatáról ejtsünk pár szót. Duró Dóra azt mondta, hogy az unió birodalmi törekvései egyre erősebbek, a brüsszeli bürokraták már mindenbe beleszólnak, és többek között emiatt a Mi Hazánk szeretne népszavazást az Európai Uniós tagságról. Orbán Viktor ezt nem támogatja, elhatárolódik ettől a javaslattól, és egyébként az alkotmány is tiltja ezt. Ti hogy látjátok, lehetne Magyarországon az Európai Unióról népszavazást tartani? Időszerű lenne. Az nem lehet, hogy a Mi Hazánk kilép Magyarországból, és akkor igazából úgy le van. De akkor most az előbb nem kultúrizmusért szónokoltál? Most meg kilép. Jó, nyilván ez egy aljas vicc volt, csak hogy én ezt tényleg ezt is, meg Duró Dórán nagyon sok ilyen politikai performance-et, ugye itt beszéltél a választási törvényben, hogy a szavazati jog az ugye elvenni bizonyos társadalmi csoportoktól, vagy az, hogy itt ugye ledarált egy könyvet, meg ilyenek én ebben. Inkább azt látom, hogy egyszerűen egy ilyen kis pártnak valamennyire azért, hogy látható tudjon maradni a nyilvánosságban, azért olyan radikális eszközökhöz kell nyúlni, és itt nem feltétlenül politikai értelemben radikális szélsőjobboldali, hanem nyilván olyan dolgokat, ami a mainstream politikából nem jön, és mivel a legtöbb politikai szereplő is ebben nyilván
érdekes, hogy Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc ugye egy platformra kerül, ezért tudhatja, tehát a Mi Hazánk mondhatja azt, hogy tehát tessék, ők itt a, nem tudom én, az európaiság mellett elkötelezettek, mi viszont a nemzeti szuverenitásért küzdünk, és ezért szeretnénk. Egyébként minden közélménykutatás azt mutatja, hogy a magyar társadalom egyébként a nyugat-európai országokhoz képest is sokkal jobban elkötelezett az uniós tagság mellett, úgyhogy én ezt... Akkor meg végképp bátran lehet. De ez politika teljesen, tehát ugye azért viszont van egy mentet, tehát hogy ez nem valós gondolat, tehát ezt nem gondolja szerintem komolyan. Ez egy tök jó szöveg arra, hogy van viszont egy pár százaléknyi ember Magyarországon, aki meg kilépne nagyon szívesen az unióból, és én azt gondolom, hogy a mostani helyzetben amúgy a Fidesz szavazók között is nagyon sok olyan van, aki azt gondolja, hogy ennyire támadnak minket, az lenne a megoldás, hogy lépjünk ki az Európai Unióból, és ő ezekhez az emberekhez beszél, és erre tök jól ráérez, hogy van egy olyan közeg, akikhez nem szól senki, igen, akik ki akarnak lépni az Európai Unióból, és erre próbál rájátszani. Ez nem hiszem, hogy valójában ő ennyi egyébként csinálna egy ilyen népszavazást. Ez ebben mind a négyen akkor így egyetértünk, hogy a kis párton olyat akarnak mondani, meg... És azt mondom, inkább az, hogy tényleg képeznek egy identitás, hogy sziasztok, én vagyok az euszkeptikus párt, igen. És akkor nyilván erre mondanak egy olyan, és akkor használják az erős retorikát, hogy akkor... De egyébként legitim az a felvetés, hogyha már szavaztunk a belépésre, akkor miért ne szavazhatnánk a kilépésre. Lehet, én túl egyszerűen gondolkodom, de... Ebben egyetértek persze, hogyha lenne rá társadalmi támogatottság, akkor én is szeretném, hogy szavazhassunk róla. És milyen állásponton vagy, a Huxit mellett? Nem, én nem vagyok Huxit párti. Én egy keresztény reformot szeretnék az EU-tól. Jó. És bullát hirdetni. Ez kemény lenne, ha kilépnénk egy népszavazás eredmény miatt, pedig Orbán Viktornak eszeágában nincsen kilépni, tehát az így szomorú lenne neki. A CDF viszont azt szeretné, hogy magyarok ne legyenek az Európai Unió tagjai. Ő azt állítja, hogy egy új Európai Unió kell, hülye magyarok és lengyelek nélkül. Mit szólunk mi ehhez, hülye magyarok? Hát azt, hogy nyomorultak minden vannak. Rohágyanak. Én nem veszem magamra ezt a hülye magyarok dolgot, úgyhogy... Én nem fogom az egész nemzetét lehülyézni, emiatt őt nem tartom túl intelligensnek, hogy ilyet mondott. De amúgy meg nem túl fajsúlyos megszólás szerintem. A második reformkor alapítvány egyenlő esélyek erősebb nemzet nevű oktatásügyi javaslatáról beszéljünk. Ennek a kiinduló pontja az, a szocializmus, hogy, bocsánat, nagyon jó. Az, hogy Magyarországon döntően befolyásolja az oktatásban, illetve az életben való érvényesülését egy gyereknek az, hogy valaki milyen közegben születik. Hogyha valaki szegényebb környezetben nő fel, akkor sokkal nehezebb az életben és az oktatásban érvényesülnie, mint mondjuk egy gazdagabb környéken felnövő gyereknek. Hát nincs egyenlőség, ez szomorú. Ti hogy látjátok, ez a javaslat egyenlőbb esélyeket biztosítana, ez a javaslatcsomag egyenlőbb esélyeket biztosítana a felnövő jövőnek, vagy ez egy elhibázott megközelítés. Ez egy gazdasági rákot okozna. Tehát én nagyon örülök, hogy amikor Vona Gábor mondta, hogy a szocializmusból is megtalálna a jót, ez most akkor így manifestálódott, csak hát ez a szocializmusban nincs jó. Tehát ilyen nincs, hogy akkor egyenlő feltételeket teremtek mindenkinek, mert az nem létezik, ez meg kicsit megbukott. De egyenlő. De azt nem így kell. Tehát azt egyrészt nem fölülről kell presszionálni, tehát azt semmiképpen sem államilag kéne megoldani, hanem regionálisan, ahogy egyébként organikusan kifejlődött az évszázadok során, hogy mondjuk voltak szerzetes rendek, tanítórendek és a társai, vagy alapítványok, vagy egy-két nemes ember, aki úgy gondolta, hogy hát ő a saját régiójában szeretne fejleszteni. Ezt nyilvánvaló, hogy érdekelték el ebbe tenni a régiókat, de semmiképpen sem államból, mert látjuk, hogy az állami oktatás nem nagyon működik. Tehát az mindig egy homokkal teli fogaskerék rendszer lesz. Viszont, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy regionalizáljuk ezt az egész kérdés, hogy oldjátok meg ti ott. Nektek mire van igényetek, ott mire van társadalmi igény, és akkor azt meg lehet csinálni, de ne az állam próbálja meg ezeket. De egyébként ez a javaslatcsomag, hogyha elolvasod, akkor így decentralizálna egy csomó ponton. Tehát végül is annyira jó, nem azt mondja, hogy hagyjuk rá, hogy nem tudom, ebben a megyében, meg ebben a megyében csináljátok, amit akartok, hanem megfogalmaz javaslatokat, de csomó olyan javaslat van benne, ami inkább decentralizálna. Tehát például a szabadtan könyvválasztás, most csak hogy egyetem, de volt még más. Ez igen, de most a finanszírozást mondom, meg nem, ha jól olvastam. Tehát abban meg pont az, hogy mondjuk akkor kapjanak több pénzt a leszakadott térségben oktatók. Ami amúgy oké, csak ne az államtól.
De akkor kitől? Alapítványoktól egy házaktól. Ezért nagyon jó, hogy egyébként Bódi Ábel akkor most egy platformra került Soros Györgyel, mert... Már voltam a Momentummal, Soros Györgyel, nagyon jó. Csak azért, mert egyébként vannak olyan Magyarországon halmozottan hátrányos helyzetű térségben levő, tehát akik mondjuk ezeknek a gyerekeknek az oktatásával és felzárkóztatással foglalkozik, amit egyébként pont Soros György alapítványa finanszíroz. Mert az állam ugye erre nem ad plusz forrásokat. Egyébként én így felületesen elolvastam az erről szóló kivonatos cikkeket. Ami talán érdekes benne ez, hogy ez a 9 osztályos általános iskola, szerintem az egy... De ez már felmerült korábban is, úgy tudom. Igen, tehát hogy az nem egy nem ennyi annyira új keletű dolog, de mindenképp az, hogy legyen valami olyan fajta magyar közoktatásban, ami mondjuk az első néhány évben inkább ilyen kompetencia alapon kezdi el oktatni a gyerekeket, és aztán utána épül rá valamilyen fajta. Egyéb más ilyen lexikális tudása szerintem tök jó lenne, hogyha egy kicsit így progresszivizálódni tudna ez az egész dolog, meg nyilván a szabad tankönyvválasztás is tök jó. Egyébként a társadalmi mobilizáció Magyarországon az hát nem túl jó, és ez a 2010-et megelőző időszakban sem volt egyébként túl jó, tehát hogy szerintem ez nem egy az Orbánék alatt keletkezett probléma, viszont az biztos, hogy az Orbán-féle oktatáspolitika sem túl sokat lendített ezen, hogy tényleg az van, hogy aki valamilyen társadalmi helyzetbe beleszületik, annak azért elég kevés olyan eszköz van a mai rendszerben, amivel mondjuk esélye van onnan kitörni. Tehát, nagyobb baj, hogy 10 évük volt erre, ugye történelmi felhatalmazás, meg egyszerűen nem érdek sok idő, szerintem még lesz még 22 után is idejük, de ez csak az én véleményem, és hogy ez alatt nem kezdtek igazából. Lehet, hogy amúgy Szerintem is van még mit javítani bőven az oktatás rendszeren, de lehet, hogy nem feltétlenül ezek voltak a legfontosabb lépések, mert annyira brutális, de annyira brutálisan azért nem színvonal alatti a magyarok. Elvesztettük. Bocs, ne haragudj, nem voltam róla, én csak vagyok. Hába, zseniális. De annyira nem színvonaltalan a magyar oktatási rendszer, nem vesznek el annyira durván azért az emberek benne, hogy ez lett volna a legégetőbb probléma. Tehát, hogy én így gondolom, hogy lehet, hogy most jön el az ideje annak, hogy felezték, szerintem is sok mindent lehetne még. Visszaadni az egyháznak. Akár, tessék, ebben az óriásit lendítene. De hogyha az egyház kezébe adod, akkor is az állam finanszírozza. Egyébként, tehát én ezzel sem értek, tehát szerintem az egyházat nem az államnak kéne finanszíroznia. Meg tudtak ők élni egyébként addig is. Mikroadományokból kell elműködni az egyházat. Egy búcsúcédulákból. Óhó, belemeltünk ilyen butaságokban, de az idei következő adásban. Szerintem egyébként, bocs, csak hogy ez tök jó ezek a javaslatok, én azt nem látom, hogy ezek mondjuk hogyan tudnak a politika szintjére becsatornázódni, tehát ugye Gona Gábor jelenleg nem parlamenti képviselő, az alapítványa nyilván kidolgoz ilyenfajta javaslatokat, de hát ezeket mégiscsak az országgyűlésben valakinek be kellene hoznia, hogy erről egyáltalán szavazni lehessen, tudjuk, hogy milyen a ellenzéki benyújtott javaslatoknak az elfogadási aránya, úgyhogy nem hiszem, hogy ez így megvalósult, de az biztos, hogy... Most miért mondott, hogy Volner? Igen, tényleg, el is felejtettem, hogy Volner János. Hát ő így bárkinek, bead bármit, ha volna megkéri, akkor hát ez is. És jó lehet, hogy elfogadja a Fidesz. Nekem amúgy Gona Gábor kicsit hiányzik a mostani felhozatában már. Ne korrumpáld ennyire ebben a műsorban, megdicséredne. De tényleg. Szerintem ő nem volt annyira nagyon, hát a mostani felhozatát eltekintve nem volt olyan rossz. Volt ez rosszabbul is, lesz még jobban is, ugye? Akkor ezt a kijelentést szerintem vizsgáljuk meg az Európa, most hát az Amerikai Egyesült Államok szemszögéből nézve. Ugye nagyon nagy valószínűséggel most már kijelentető az, hogy jó eséllyel Joe Biden lesz az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Na azért még erre zárjuk meg a végét. Mondom, hogy nem biztos, de úgy nagy eséllyel lesz így kijelenthető. Meglepődnék, ha nem így történne. Sajnos én is, de még azért imádkozzunk. És el is kezdődtek arról a találgatások, hogy fog kinézni Joe Bidennek a kormányzata.
Anthony Blinkent várják az amerikai külügyminiszteri posztra. Mérsékelt centristának mondható, de sok esetben beavatkozást támogatott. Hogy látjátok, így világpolitikai szemszögből nézve jó lenne az, hogy Anthony Blinken lenne az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere? Hát mondja, már annyira várom. Jó. Ezt várom már, mióta elküldted a cikkeket, amikről ugye beszélni fogunk, és most egy kis kulisszatitkokat elárulok, hogy egy 444-es cikket kaptunk ezzel kapcsolatban, de hát én ugye szeretem a független újságírást, ezért meg szoktam nézni, mit mond a másik oldal, és azért itt derültek ki. Ezért 888-at elvettem. Nem. Ezért utána néztem egy kicsit nem magyar, hanem amerikai vonatkozó portálokon. Breitbart? Amúgy például, igen. Nagyon jó. Na, úgy a Breitbart volt az egyetlen, aki lehozta a kihallgatási jegyzőkönyvet, mikor kitoloncoltak Angliából, tehát abszolút korrekt. Na, ahelyett, hogy címkésztek volna. Na mindegy, nézzük csak akkor ezt a Blinkenről. Ugye a 4-4 azt mondta csak, hogy hát, hogy vannak magyar felmenői, és hogy milyen aranyos, még kis centrista, meg a franc szereti tudja. Szereti a futballt. Szereti a futballt, igen, és akkor lehoztak egy ilyet, és akkor semmit nem említettek meg arról, hogy ő találta ki azt a hoaxot, amiről bebizonyosodott, hogy kamu, hogy Trumpot mondjuk az oroszok segítették volna a hatalomra. Tehát arról azóta tudjuk, hogy az egy fake news volt. Ezt ő kezdte el terjeszteni, ugye még CNN-es korában. Egyébként antiszemitizmussal vádolták a kampány alatt, ami miatt bocsánatot is kellett kérnie. Tehát mondjuk ez az új baloldalnaktól ez nem áll távol, hogy ők azért erősen szeretnek antiszemita kijelentéseket hát, tenni. Hát cseréltek a régi jobb oldallal, ugye? Volt különbség a szél jobb meg a szél bal között szerintem soha, de mind a kettő szocialista és antiszemita. Na de folytassuk ezt a történetet. A felesége, Evan Ryan pedig még Hillary Clinton kampánya alatt hatalmas pénzeket fogadott el. Johnny Chien Chuan Chung-tól, tényleg ez a neve, óriási parádé, egy kínai befektetőtől, egyébként a kínai államnak egy előre tolt helyőrsége. Ez az ember, lehet, hogy nem is annyira véletlen, hogy a kínaiak ennyire örülnek egyébként Biden kormányának, vagy ezeknek a bejelentéseknek. Egyébként folytatnám ezt a sztorit azzal, hogy ugye le akarja állítani Blinken az WHO-ból való kilépést, a WHO-ról meg talán lehet sejteni, hogy a szintén Kínának egy erősen lobby szervezetévé avanzsált a jelenlegi vezetőjével, aki ugye, tehát most egy kis WHO-s kitekintés, a WHO jelenlegi feje, akinek most a nevét nem fogom tudni elmondani, de egyébként ő a saját afrikai országát elmondta ki a kínaiaknak, tehát azért itt na, egy ilyen csokorba tettük ezt. Kihagyta a leglényegesebbet őről, még a 444 is kért, hogy ennek a jó embernek a szülei még a CEU nyíltásról archívumának is adományozott pénzt. Tehát hát tényleg, újra a hálózat, ugye bár. Hát ennek Kínát én nagyobb veszélynek tartom, de igen. Sorosnál is. Hát. Van a bassz. Hú, most erre mi a jó válasz? Erre telefonálok, hogy megmondjam. A WHO-s részt mondja, egyetértek, tehát ez borzasztó nagy csalódás volt egyébként, mikor tényleg kiderült. 444 is írt róla egyébként hozzátenném, tehát ők írtak talán először itthon arról, hogy még gyanús a kapcsolata a WHO vezetőjének ugye Kínával, és már a vezető tisztségviselők is már háborogtak emiatt. A kedvencem, amikor ugye kikapcsolta a szójvője azt a rádió videóinterjút, amikor kérdezték Hongkongról talán, és így megszakadt a beszélgetés. Utána visszahívták, és következő kérdés. Ledobta a wifi. Hát ezt még egyébként, ilyen. Hogy egy kicsit reklámozzak, hogy a saját csatornámon is, amikor a WHO-ról csináltam videót, akkor ez benne van ez a bevágás, tehát ezt ajánlom. Ez... Én megnézem. De most mi az alapállításunk akkor vele szemben, hogy politikus, aki korrupt, és nem tudom, bizonyos érdekeket. Hát nem mindegy, hova korrupt az ember, ugye? Értem, csak hogy szerintem, ha egyik oldalon mindig így a nemzeti szuverenitást kikérjük magunknak, hogy tehát egy másik országban ne pofázzanak bele a mi dolgainkba, meg mondjuk egy hollywoodi színész nem minősítse a magyar miniszterelnököt, akkor én is távol tartám magamat attól, hogy Anthony Blinkent ebben a minőségében. Szerintem ami sokkal fontosabb az, hogy Magyarország szempontjából egy olyan külügyminiszter lesz-e, aki mondjuk az elmúlt időszakban ugye azt láthattuk a Trump adminisztráció alatt, hogy Magyarországgal kifejezetten jó kapcsolatokat ápoltak, ezek Obama idejében nem voltak ilyenek, és az biztos borítékolható, hogy egy olyan külügyminisztert fogunk kapni az ő személyében, aki nyilván Lengyelországgal és Magyarországgal szemben jóval kritikusabb lesz, és ez
látszódni fog az amerikai külpolitikában, csak az a kérdés, hogy nyilván ez az egész ország szempontjából egy rossz hír, vagy Orbán Viktornak egy rossz hír. De figyelj már, Obama alatt, mint én rosszabbul éltünk azért már, hogy nem volt jó fej a külügyminisztere velünk, jobban éltünk, amikor Trumpnak a külügyminisztere meg jó fej volt velünk. Nem, persze, mindegy. Ezt mondom, hogy tulajdonképpen... Metapolitikai szinten azért sokat számít. Számít nekünk, de azért én egyetértek a szavással, hogy most nem a mi dolgunk eldönteni, hogy ki a jó, de szerintem biztos, hogy lesz ránk hatással. És majd itt előre megyek, hogy elviszem ezt a szerepet, de szerintem a 22-es választásoknál is már lehet majd érezni, és lesz szerintem beavatkozás. Nem mindegy, hogy legitimál kit. Tehát igazából itt ennek van igazából ereje, hogy a világvezető hatalma legitimál egy magyar politikai erőt, ami mondjuk kijelentéseiben, akkor azért ez egy iszonyatos támogatottságra tehet szert, mert tudja lobogtani, hogy engem az Amerikai Egyesült Államok támogat, és akkor az jó lesz. A választópolgárok magasról le fogják szarni, hogy az Amerikai Egyesült Államok támogatja. Nem, mert ez ilyen szép ilyen vágyvezérlés. Tudod, nem, mert hát egy hollywoodi színész is kritizálja a magyar miniszterelnököt, és így az egész kormánypárti sajtó ráugrott erre a történetre. Nem, mert az ellenzéki nem. Apkám, hát ti nem írtatok róla egy szót se, nem? Egyetlen egy szót írtunk el, és ez így van rendben. Egyébként én sajnálatos módon látom, hogy az Indexben jelent meg ezzel kapcsolatban néhány egyébként, hála Istennek, nem nagy vezetőben kezelt anyag. Én értem ezt az ilyen, hogy mindenki borzasztóan örül neki, nyilván a kormánykritikus oldal azért, hogy mennyire jó, hogy George Clooney, aki kávékat reklámoz, és aki annak idején jól megműtötte az embereket az egyik kórháza sorozatban, az így rosszakat mond a magyar miniszterelnökről, de szerintem olyan szinten irreleváns, hogy hihetetlen, és méltatlannak tartom, hogy a kormánypárti sajtóban, és egyébként a kormányzati kommunikációban, tehát hogy az állam szintjén is miniszterek foglalkoznak azzal, hogy hollywoodi színész, mit mondom, de hogy egyébként mekkora esemény, bárki gondolta volna egyáltalán, hogy egy közepesen tehetséges reklámszínész fogja az Orbán kormányt megdönteni, közben meglelpezni a Soros hálózatnak a kiterjedtségét, ugye? Tehát mind a kettő megtörtént egy időben. A mester megvalósul. Ez óriási hír. Nem, ezt tényleg egyébként ignorálni kellett volna a magyar politikának, hát ezt a Clooney ügyet, ha rátérünk. De egyébként visszatérve, olyan szemben, tehát azért a világ vezető hatalmáról van szó, Amerika, mert azért csak az. Innentől kezdve tényleg, amit ők mondanak, az sok mindent legitimál Lengyelországot, azért nem hoznám ide, mert azért Lengyelország jelenleg Amerika koltja, akárhogy nézzük azért itt Európában, és geopolitikailag tök más helyen helyezkedik el, mint mondjuk mi. Tehát az, hogy őket mondjuk csak szóba fogják ekézni, és máshogy nem, azt el tudom képzelni. És nálunk mi lesz, bejönnek a tankok? Vagy nem tudom, drágább lesz a New Balance cipő, és akkor szomorú leszek. Hát, mit tudom, nem, nyilván nem fognak. Jó, tankok jönni, én de... az ordas tisztát mindenre. Lehet, hogy majd véletlenül támogatnak olyan szervezeteket, vagy olyan civil egyesületeket az amerikai, nem tudom, pénzekből. Miért ez, nem, ez egy olyan elképzelhetetlen dolog? Nem, ez lehetséges. Nem, nem, ezt aláírom egyébként. És esetleg abból a szempontból nézve nem lehet esetleg ez mondjuk Orbán Viktor javára, hogy újra lehet mondjuk hangolni az ellen, hogy az Amerikai Egyesült Államok be akar szólni a magyar belpolitika, ráadásul egy magyar származású külügyminiszter, esetleg mondjuk akinek még köze is van Soros Györgyen. Meg kínaiakhoz. Tehát ne felejtsd. Tehát ez akár jól is jöhet Orbán. Nem, azért, mert azért Orbán... Kommunikáció szinten legalábbis. De eddig nagyon ügyesen kommunikálta ezt a fajta középső állást. Tehát, hogy egy kicsit keletre is nyitunk, meg kicsit jó az EU-t utáljuk, de egyébként Amerikával jó kapcsolat. Tehát, hogy egy nyugati vonalon is azért úgy megtartjuk ezt a balanszot. De most gondolj bele, hogyha lesz egy nyugati Kína, mint Amerika, meg lesz egy keleti Kína, és közben utáljuk az EU-t, akkor ez nem fog olyan jól kijönni retorikailag. Jó, szerintem ebben az adásban is sikerült így megtartani nekünk így a balanszot. George Clooney-ra nem jutott időnk így foglalkozni, de azért érintettük bizonyos szempontokból. Itt van ez a kávé. Hát nem tudjuk, ki fizette, lehet, hogy Soros György áll mellette. Nagyon szépen köszönöm Szabolcsnak, Bencének, Ábelnek és Emiliának az eltérésértelt. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!